Ünnepi műsorral és köszöntő beszédek sokaságában nyitották meg Kisdorogon a Szent Lőrinc egyháztörténeti kiállítást. A megnyitón jelen volt Páncél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is, aki elmondta, hogy megható és örömteli volt látni azt az összetartást, amit a község sokszínű lakosai tanúsítanak egymás iránt. Különösen 20. században annyi baj ért minket, és annyi baj érte Kisdorogot is, hiszen itt az ünnepi köszöntőkben is elhangzott az, hogy a török kiűzése után itt az új életet az ide telepített németek, svábok teremtették meg, majd a II. Világháború után gyakorlatilag ők háborús bűnösök lettek, és a lakosságnak a nagy részét kitelepítették Magyarországról. Ugyanakkor a felvidéken háborús bűnösnek nyilvánított magyarokat is elűzték a szülőföldjükről, és őket pedig ide telepítették, és hosszú-hosszú káváriájuk után meg megérkeztek ide a bukovinai székelyek, akik ma egyébként a mai falu lakosságának a többségét alkotják, a székely származásúak, és hát évtizedek kellettek ahhoz, míg a múltnak ezt a nyomasztó árnyait sikerült az emberi lelkekből száműzni, és ezek a különböző helyekről érkezett közösségek itt újra összekovácsolódtak egy közös otthonban, egy közös hazában, magyarok, németek, felvidéki magyarok, és ez a felújított plébánia épület benne a kiállítással, ami egy egyháztörténeti kiállítás, de tulajdonképpen a falu történelme van ott, az itt élő embereknek a történelme, úgyhogy mindenféleképpen megható volt, és nagyon szép ez az alkalom és ez az ünnepség. Felföldi László megyés püspök, aki szintén a meghívott vendégek között volt, beszédében hálát adott az összetartó közösségért, és mindazokért a kincsekért, amit a helyiek megőriztek és most kiállítottak. Most nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldogan látom, hogy a múltnak ebből a félelmetes szenvedéséből milyen gyönyörű gyümölcs lett, és hogy megőrizték az emberi méltóságukat, és megerősödtek, hogy itt kell élnünk, itt kell jelen lenni, és hogy mai nap is ilyen egységben, ilyen gyönyörű ünnepléssel, az ünnep az emberi méltóságnak a legnagyobb mutatója. És hogy itt egy falu közössége ilyen szépen tud ünnepelni, azt mutatja, hogy itt a lelkek, a családok, a szívek milyen gazdagságot, milyen szépséget hordoznak. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy megismerhettem, és nyilván én is gazdagodtam ezáltal, meg így egy kicsit jobban értem az itteni embereket, az itteni lelkületet. Van ez a mondás, hogy a fa a viharnak a gyökerében válaszol. És ezt éreztem itt meg, hogy azok az ősök, akik ezt a nagy szenvedéseket átélték hétköznapjaikban, nyomorúságaikban, a hitükben, az emberségben, a családjaikban, az emberi kapcsolataikban válaszoltak. És ebben nagyon megerősödtek. És akik idevalók, innen elszármazottak, vagy itt is élnek, azok mind, én nagy hálódással néztem, hogy tanúságot tettek a hitükről. Bármiről kezdtek el beszélni, valahol ott volt benne az én hitem, az ilyen erős, de ő kapta ezt a hitet. Nagyon erős hitből. És ez valójában a kereszténységnek a nagy-nagy feladata és titka, hogy az élő hitet tudjuk átadni az élőknek, hogy ők is élő hitet adjanak tovább. Hát ezt szeretném nagyon sok faluban megélni, és én köszönöm a kisdorogiaknak, hogy ilyen gyönyörű példával járnak előttünk. Nír János, a Kisdorogért Egyesület elnöke köszöntő beszédében kiemelte, hogy nem csak a község lakosai számára különleges ez az alkalom, hanem számukra is, hiszen fennállásuk 15 éves jubileumának méltó megkoronázása a most létrejött egyháztörténeti kiállítás. Ez a mai rendezvény, ez az Egyesület számára egy nagyon fontos esemény, mert sikerült a felújítás után az épületben kialakítani egy olyan termet, ami kiállítás tartására alkalmas, és nagyon sok tárgy lett föl
használva, beépítve, bemutatva itt a látogatóknak. Csibi Krisztina a Magyarság házának igazgatója kisdorogiként, és a Kisdorogért Egyesület egyik alapító tagjaként szintén sokat tett azért, hogy ezek a tárgyak és emlékek megmaradjanak az utókor számára. 2007-ben, amikor bezárták Kisdorogon az általános iskolát, akkor egy kis iskolatörténeti kiállítást hoztunk létre a barátaimmal, a Kisdorogért Egyesület alakuló tagjaival, és akkor 2009-ben, 1809-ben épült templomunknak 200 éves évfordulóját ünnepeltük, és átmentettük onnan mindazt az anyagot, ami értékesnek mutatkozott, és ezt tovább fejlesztve, bővítve már egy olyan gazdag kiállításunk van, ami napról napra bővül, és ezzel nem túlzok. Tényleg naponta érkeznek újabb és újabb felajánlások, emléktöredékek, szentkönyvek, imakönyvek, nagyon-nagyon sok tárgyunk van. A legbüszkébbek talán a legkorábbi tárgyunkra vagyunk, az 1724-es felirattal ellátott kis harangra, amelyet valószínűleg még a Fulda környékéről ide települt németek hozhattak magukkal, és nagyon sok olyan régi tárgyunk van, mint az 1841-es feliratú keresztelőkút, vagy az 1874-es feliratú kereplő, amely azt hiszem, hogy a környékben egyedülállóak, és megpróbáltuk ezek köré még azokat a fényképeket, dokumentumokat, egykori levelezéseket és természetesen levéltári kutatás alapján történetet köré rakni, ami egy önállóan is megálló kis tárlat lett. Tehát egy gyűjteményből egy kiállítást sikerült létrehoznunk, de már azon gondolkodunk, hogy annyi tárgyunk van, hogy túl szűk a hely, és hogy merre felé tudunk bővülni, ezen gondolkodunk. Megvoltak azok a családok, akik a templom közelében éltek, tehát az egykori sekrestyések, a mostani sekrestyés családok, a harangozók, a kántorok, itt nagyon különleges volt, és a kisdorogiak elmondhatják magukról, hogy 4-5-6 generáció nőtt föl, úgyhogy hogy a Laufer testvéreknek a gyönyörű énekére, dallamaira nőhettünk fel. Tehát ez olyan muníciót adott nekünk, hogy örömmel mentünk annak idején a Szentmisére, hogyha a Laufer Kati néni, Jancsi bácsi, János és a kántor Laufer Sebestyén együtt énekeltek, tehát a temetések, az esküvők és minden szentmise olyan többlettel bírt az ő általuk, ami felejthetetlen volt, tehát megvoltak ezek a családok, akiknek még több fotójuk volt, még több adalékot tudtak adni visszaemlékezéseik alapján az egyház történetéhez, és az utolsó plébánosunk, akik több mint 40 éven keresztül a 90-es évek elejéig 45-től egészen itt Kisdorogon szolgált, Szinger József, az ő hagyatékára épült a kiállításunk. A kiállítás kettő céllal jött létre. Egyrészt a tárlat a látogatóknak betekintést ad a színes és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falunak az életébe, másrészt pedig a helyiek számára nyújt fogockodót, amihez időként visszatérhetnek, ahol megtalálhatják múltjuk csodálatos emlékeit.